Kedves Balogunk, kedves vendégek! Balakás ünnepségünket megkezdjük, elsőként énekeljük el közösen a himnuszt. Tavaly még mi köszöntünk el a ballagoktól, és most mi búcsúzunk. Egy szempillantás volt. Eljött hát az utolsó nap. Búcsúz mindentől védia. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákonál. S mint a fecske, az ókonyaknyi szélnek, a szárnyat mondt egy sereg diák. Amíg indul a vak bajnoki vívásra, az iparos leg egy hosszú vándorlásra, úgy indul a diákévi tudásgyűjtén, s elmenek a kemény évek követőként. Búcsút mond tanárnak, barátnak, négy forma, folyoson, termeken, udvaron átballag. Nyitja száját dalra, köszönő szavakra. Lenglopok szélben jelentik szallagra. Nem ez a fordul, s ha valaki visszatenni a tűt, van, amit újra játszanék, van, amit meg sem hallanék, megbocsájtanék, vagy másképp mondanék. Az életem nem ez a fordul, van, ahol recsen, és zörög, van, ahol ugrik, túlpörög. Még emlékszem az óvodai ballagásomra. Emlékszem az izgalomra, amelyen vártam, hogy iskolás legyek. Az osztálytársaimmal többen már akkor is ismertük egymást. És nem felejtem el, amikor 2015. szeptemberében kisásosként először léptem a iskolába. Az akkori 8-osok vártak bennünket, tavaly össze pedig már mi vezettük be az elsősöket. A 8 év alatt sok minden történt velünk. Számos kiránduláson programon vettünk részt. Jó visszaemlékezni a farsangokra, a versenyekre. Azért a nyári szünetet mindig nagyon vártuk. Örültünk, hogy nem kell jönnünk az iskolába egy kis időre.
A nyár végén azonban már mindig hiányozott az osztálytársaim, a barátaim. Jó volt, amikor újra találkozhattam velük. Thank you.
kedvenceink közé, de Erika Lén humora átsegített a nehézségeken. Szerettük a csapat munkában. Kedves Erika néni, reméljük, hogy megbocsátja a sintevéseinket. Marian nénivel a költők és írók életében, műveiben ismerkedtünk. Nagyon szerettük a filmnézős órákat és a kreatív feladatokat. A helyes írás megtanulására is nagyon sok időt fordítottunk. 6. és 7. osztályban Irénke nénivel dolgoztunk együtt. Fontos volt számára a néphagyomány, a népzene, a természet és a jó kommunikáció. Mindig időt szánt arra, hogy megbeszéltük az egyes helyzeteket. Dráma és boldogság órákon nagyon sokat játszottunk. Timi néni történelem órákon nagyon sokat mesélt a múltról, és sokszor néztünk filmrészleteket. A rajzórákon pedig sok érdekes dolgot tudtunk meg a régi művészetekről. A biológiával egy kicsit más a helyzet, ezt jobban szeretjük. A legerősebb akkor volt, amikor az emberről beszéltünk. A kémia mások nem annyira kedven tanták, de volt egy olyan rész, ami azért izgalmasabb volt. Az biztos, hogy nem lesz közön mindenki fizikus, de a fizika órák érdekesek és izgalmasak voltak. Katai mindig jól elmagyarázta, és így nem érthető is érthető vált. A vázlatokban is könnyű volt tanulni. Szeretnénk fizika szakkörre járni. A földrajzórákat is nagyon szerettük. Gergő bácsi sokszor mesélt valamelyik személyes élményéről, és erről könnyebben meg tudtuk jegyezni a kameleót is. A vázlatok mennyisége is emlékezetes maradt. Norbi bácsival már óvodás korunkban is találkoztunk. Emlékezni fogunk a tanításaira és az udvari focizásokra. Szeretünk énekelni, de nincs mindenkinek jó hangja. A fiúk imádták a hangjukat csillogtatni, és ezt Katinén is nagyon szerette hallgatni. Az informatika az egyik kedvenc tantárgyam. Szakmai úton is ezzel szeretnék foglalkozni. Technika 8-ban sajnos nem volt, pedig nagyon szerettük. Emlékezetes maradt a kókuszgolyó és a meleg szendvics készítés is. Jó hangulatban dolgoztunk és sokat nevettük a tanárból viccén. A testnevelés Tamás bácsival sokunk kedvenc órája volt. Sokat futottunk és jó volt, amikor játszottunk. Emlékezetesek maradnak a kapitány labdázás. Többen órákon kívül is dolgoztunk Timi nénivel. Képzőművészet szakrán új technikákat tanultunk és sok szép rajzott festményt készítettünk. Jó volt pályázatokra nevezni is. Örülünk, hogy mondtuk Timi nének, hogy legyen gitárszakkör. Köszönjük, hogy meg is valósulhatott. Nagyon jó volt oda járni, sokat ismertünk meg, és egy hosszú nap után pihenés volt a gitározás. A műsorokra készülés és az előtte lévő közös izgulás is jó emlék. Utána pedig együtt örültünk, jól sikerült a fellépés. Dakanyar tanár bácsi sokszor segített nekünk a házi feladatok elkészítésében, igyekezett megoldani az adott problémákat és az ünnepélyekre való felkészítésben mindig számíthatunk rá. Edith néni mindig kedves és megértő volt velünk. Emlékezetesek maradnak az alsós énekórák és a sok online mérés. Zoli bácsival a 5. matematika órákon találkoztunk. Mi kis emberkék, és később robotika szakkörön. Ha valamelyik számítógéppel vagy projektorral valami probléma akadt, mindig talált rá megoldást. Annyi nénihez és Ildikó nénihez mindig fordulhatunk kérdéseinkkel, akár közölt kértünk, akár valami ilyen hivatalos papírral volt feladat. Mindig tiszta terem és ápolt utat fogadott bennünket. Köszönjük a takarítónéniknek és a karbantartó bácsiknak. Munkájukkal ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy jól érezhessünk magunkat az iskolában. Szerettük a családias légkör, és az is nagyon jó, hogy itt mindenki ismert mindenkit.
amikor az osztályfőnökünket még nem nagyon ismertük. Kíváncsian vártuk, milyen lesz együtt. Aztán megismerkedtünk, és bebizonyosodott, hogy Pata néni volt a legjobban hozzánk való. Mindig megkérdezte a véleményünket, érdeklődéssel figyelt, amikor meséltünk, és nagyon sokat beszélgettünk, nem csak iskolai témákról. Angol órákon is együtt dolgoztunk. Szerettük ezeket az órákat, még akkor is, ha nem mindannyian vagyunk jók angolból. Számomra az angol óra volt az, amire boldogan mentem be, és mosolygósan jöttem ki. Kata nénnek rendkívül sokat köszönhetek. A tantár pedig még sok ideig jelen lesz az életemben. Nagyon köszönjük, hogy végig segített bennünket, terelgette gondolatainkat. Mindig odafigyelt ránk, velünk együtt szurkolt, hogy sikerüljenek a terveink. Bármikor, bármilyen kérdéssel fordultunk hozzá, segítséget kaptunk. És köszönjük a közös kirándulásokat is. Imádtuk a mézes kalácsait és a tortákat, amiket sütött nekünk, mert nagyon jól volt a sütésben. Nem fogjuk elfelejteni a halloweeni új alakú sütiket sem. Kata néni kedves, jószívű, megértő, mindig megtaláltam megfelelő szavakat hozzánk, és mindig volt valami ötlete. Többünknek ő a best teacher. Biztosan okoztunk nehéz perceket, de reméljük lesznek jó emlékei is velünk kapcsolatban. Szeretném, ha megmarad vele a kapcsolatban. Kedves osztálytársaim, kicsit egymáshoz búcsúzunk már. Az évek alatt sok mindent megtudtunk egymásról, egészen jól megismertük egymást. Tudjuk, hogy Máté jól kézzelabdázik, és emlékezetben maradnak az általa gyártott vicces kifejezések. Luca nagyon szereti az állatokat és a természetet. Evente jól gitározik és jó biológiából. Dominik, amellett, hogy nagyon jó matekos, jól tollasozik és csúcsokban is ügyes. Marci imád futni és jól fotozik. Jól tudja a matekot és a fizikát is. Gergely legtöbbször vidám és másokat is könnyen meg tud nevetetni. Van horgászvizsgája és motorozik is. Rendi türelmes, kitartó és segítőkész. Nagyon jól lehet vele egy csapatban dolgozni. Kata nagyon jól fotozik és nagyon jól lehet vele pingpongozni. Ádi mindig felvidít bennünket. Jó angolos, és imádom mondjuk poénokat mondani. Alsóban képregényeket készített. Balázs szépen rajzol, és szeret horgászni. Dávid jól tud traktort vezetni, és nagyon érdekli a mezőgazdaság. Tamásra jó egy csapatban dolgozni, és jól fotizik. Rami jár a sok tudományos témában, és zongorázni tanul. Zalán jó angolos és szereti a macskákat. Csabi a legjobb pingpongos az osztályban és horgászni is szeret. Niki mindig segít megoldani a problémákat és nagyon figyelmes. 10 éve táncol. Dani szeret kosarazni, matekból is jó. Timivel jót lehet pingpongozni és az is kiderült, nagyon szereti a lovakat. Búcsú sohasem jó, de jól tudom, hogy a barátok nem örökre búcsúznak. Csak elköszönnek arra rövid időre, míg újból találkoznak. És az idő olyan gyors, oly szegességgel rohan, hogy észre sem veszik, mennyi telik el belőle, mikor legközelebb találkozunk, egy pillanat vagy ezer év. Ami elmegy, annak a helyére valami sokkal jobb, valami nagyobb jön. Érdekesebb, és csak is azért van búcsú, mert fejlődünk, tanulunk, kihozzuk magunk. Kihozzuk valamiből azt, ami a maximum, amire képesek vagyunk. Kedves diáktársaim!
versenyt. Tőletek is búcsúzunk. Ne kövessétek mindenben a példánkat, és okuljatok azokból a hibákból, amiket elkövetünk. Egy nagy művész és egy nagytudós gondolatait hívom segítségül. Tellerede és Leonardo da Vinci szavait. A megértés megszerzése csak ritkán könnyű folyamat. Ahogyan a használatból kikopott vasdarab rozsdásodni tud, úgy indul romlásnak a tétlenségre kárhoztatott elme. Kedves hetedik eset. Sok szerencsét és kitartást kívánunk a jövő tanévre nektek, és egy élményekben gazdag évet, olyat, amelyet az idén mi is átélhettünk. Legyetek követendő példa a fiatalabbak számára, és kívánjuk, hogy sikerrel vegyétek a rátok akadályokat. Kedves nyolcadikosok, furcsa érzést töltött el benneteket hallgatva. Óvodáskorunk óta ismerjük egymást, és van, akiket még annál is régebb óta. Emlékezni fogunk a közös pillanatokra, a bűvösföldi kirándulásra, a közös tesiórákra. Figyeltünk benneteket, hogyan készültök a felvételire, a vizsgákra. Láttuk a kemény munkát, a fáradt arcokat, és közben magunkat képzeltük a helyetekbe. Nagyon sokat változtatok az utóbbi év alatt. Kipling, Nobel-díjas író és költő, a Dzsungel könyvek szerzőinek szavaival búcsúzunk tőletek. A józanul tudod megóvni földet, midőn a részegültek vágya van. Ha tudsz magadba bízni, és mégis őket, hogy kételkednek, megérted hamar. Ha várni tudsz, türelmed nem veszett el, s családok közt sem lépsz hazug magad, s nem csak gyűlöletre gyűlölettel, de túl szelíd, s túl bölcs szavú sem vagy. Ha álmodol, és nem mész az álmok rabja, gondolkodol, de szélül nem veszed, ha nyugton pillanat győzelemre vajra, s kék a rázlátelként megveted. Ha elvődött, hogy igaz szólok álmoktól, csapdával csavarja a hamis, s miért küzdöttél, mindenkivel látod, de felindíted nyugtagokkal is. Ha tudod mindazt, amit megszereztél, mozgára tenni egyetlen napon, s veszítve új kezdetbe fogni egy fél sóhajtás nélkül némán és vakon. Ha tudsz a szívnek, illnak és idegnek parancsot adni, bár a kéz, a láb kidől, de te kitartasz, mert te benned csak az szól tovább. Ha tudsz tömeggel szólni, s él erényed, királyod is, s nem fog el zavar, ha ellenség se, hűbölásra sértett, a szíved mástól sokat nem akar. Ha bánni tudsz a könyörtelen perccel, megtöltöd, s mindig méltósodra válsz, tiéd a föld, a száraz és a tengeré, és ami még több, ember lesz, fiam. Általános iskola és alapfokú művészeti iskola nevelőtestülete nevében szeretettel köszöntöm a balagás ünnepélyünkön a végzős diákjainkat, az őket balagtató osztályfőnököt, a kedves szülőket, minden meghívott vendégünket, valamint iskolán valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlévőt. Itt szeretném megköszönni ezt a jelenlegi helyszínt, a székeket, a berendezési lehetőségeket Matusz Kantal polgármester úrnak,
Zombori Istvánné, Ildinek és Csoltiné Ördög Edik intézmény ügyvezetőknek. Kiemelt köszönet illeti a 6. és 7. osztályos tanulók szülőinek, szervezői és díszítő munkáját, melyel megteremtették a mai fontos esemény igényes környezetét, hangulatát. Szűcs Anita és Dobodé Szűcs Hajnalka szülőknek külön köszönöm az elképzelt dizájnját a mai helyszíneknek. Külön köszönöm Császári Pammáta és Burukai Péter szállító segítségét, valamint Rokolya Károly és Rokolya Armand hangosítási tevékenységét. Mindezek nagyon fontos elemei annak, hogy ma ez az ünnepség egy emlékezetes és szép esemény legyen. Nos, ilyen eseményekkel teli 8 év, 8 tanév zárómondatához érkeztünk. Sokszor úgy tűnik, hogy repülnek a napok, hónapok, évek. Teljesen természetes egy iskola életében az, hogy ilyenkor júniusban eljön a számadás ideje. Kedves ballagó diákok! Ez a nap életetek egyik mérföldköve. Ti vagytok a középpontban. Veletek együtt örvend, és benneteket ünnepel mindenki a mai napon. Ma véget ér életeteknek egy olyan szakasza, amit gyerekkornak hívnak. Elválnak útjaitok, de hiszem, és hallottam is, hogy a lelketek egy rejtett szugában megőrzitek egymás emlékét. Néhány napja arra kértelek benneteket, hogy színszavakban írjátok le ennek a 8 évnek a legszebb és a legkevésbé örömteli emlékeit, valamint, hogy mi is fog hiányozni az Ákányszéki iskolás életből. Nos, innen a jó dolgok. Kirándulások Gyula Márté. Keringő gyakorlása az alapítványi este. Osztálybulik karácsonykor, farsangkor. Gyereknap, interaktív programok, ünnepségekre készülődések, filmnézések, fociedzések, versenyek, táborok, Erzsébet tábor, úszótábor, a barátok, a nagy udvar, felszerelt tantermek és összetartó osztályközösség. Kevésbé jó dolgok is születtek a papíron. Vizsgák és a felvételi, online oktatás, rendőrnői internek, hosszú 7-8 órás tanulói napok és kényelmetlen székek. És ami nektek hiányozni fog, és azért azt hiszem, hogy tölti a szívem, az osztálytársak, ismerős arcok, tanáraink, oktatóink, osztályfőnökünk, közös emlékek, gyerekkor, sok játék lehetőség és az iskola közelsége. Örömmel kijelenthetem, hogy a jó dolgok száma több mint kétszerese a kevésbé jóknak, és ahogy én ezt a kevésbé jókat végig gondolom, itt már a saját felelősségetek benne volt abban, hogy meg kell valamilyen módon mutatni azt, hogy igenis többre vagytok képesek, és tovább kell lépni az általános iskolából. Örömmel kijelenthetem továbbá azt is, hogy hiányozni is fogunk egy kicsit nektek, a társaitok és mi a közösség, az iskola közössége. Azt kívánom tehát, hogy ez az arány, ez a jó dolgok javára a történő dolog legalább megmaradjon a középiskolai évek alatt is. Ez a 2-1 arány, ha csak nem, reméljük, javul 3-1, 4-1, stb. Felé. Ugyanis a felnőtt lét felé halandó úton indultok ma tovább, amire egyre több feladat fog elétek kerülni. Egyre nagyobb a felelősség, egyre önálló döntésekkel kell a tanulmányaitokban és a magánéletetekben is szembesülni. Való, hogy az iskolának sikere nem más, mint a tanítványaink sikeressége.
Számos verseny és egy eredményes felvételi időszak jelzi ezt a sikert a ti osztályotokban. Büszkék vagyunk rátok. Az eredmény azonban csak a szótárban előzi meg a munkát. Ezt ne felejtjétek el. A sikerért keményen dolgozni kell ezután is, méghozzá céltudatosan, másokkal együttműködve. Ez a közösség, azaz a ti osztályotok is kiváló példa arra, hogy az iskola, a család és a tanulók együttes felelőssége is és közös munkája jelenti az utat a sikerhez. A nevelőtestület tagjainak döntése alapján szeretnénk a sikeres munkátokat értékelni, ezért felkérném Gitné Viktor Edit intézményvezető helyettesasszonyt, Daka Imre tanár urat, az alapítvány elnökét és Kecseréné Száros Katalin diák önkormányzatot segítő kolléganőmet, hogy jöjjenek és segítsenek nekem a jutalmakat kiosztani. Barbóc Máté szólítom, aki szorgalmáért, tanulmányi munkájáért és sportteljesítményért kapja tőlünk ezt a Ballagási emlékkönyvet címét is. Bóka Luca szorgalmáért, tanulmányi munkájáért, versenyeken való részvételéért, példamutató magatartásáért, rádiós adásokban való aktív részvételéért és művészeti iskolánkban nyújtott teljesítményeiért, valamint a diák önkormányzat munkájában való aktív részvételéért. Szintelen Levente szorgalmáért, tanulmányi munkájáért, versenyeken való részvételéért, példamutató magatartásáért, rádiós adásokban való aktív részvételéért, a művészeti iskolában nyújtott teljesítményéért, valamint a diák önkormányzat munkájában való aktív részvételéért. A kitűnő tanulmányi munkájáért szólítom Császár Dominikot, matematika versenyen való részvételéért és példás magatartásáért. Gratulálok! Dékány Marcell példamutató magatartásáért és szorgalmáért, valamint többféle versenyben való részvételéért. Gratulálok! Példamutató magatartásáért és kitartó szorgalmáért. Gratulálunk, Gergő! Gábor Erzsébet Renáta példamutató magatartásáért és példás szorgalmáért és a sikeres vizsgázásért. Puszta Kata Antónia példamutató szorgalmáért, példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért és a művészeti iskolában való teljesítményéért. Példamutató szorgalmáért, tanulmányi munkájáért és közösségi munkájáért egyaránt jár a könyv. István Balázs rajzversenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért. Gratulálunk! Kocsis Dávid, az osztály
rendszeres jókedve derítéséért és sport teljesítményéért, ami kimagasló volt. Lázár Tamás, példamutató magatartásáért és kitartó szorgalmáért jár. Rokkóra Ramon, példamutató magatartásáért, példamutató szorgalmáért és közösségi munkájáért. Szélzalár, közösségi munkájáért szeretne gratulálni a nevelőtestület. Szögi Csaba, kitartó szolgálmáért és tanulmányi munkájáért illeti meg a gratulációt. Szorgalmáért, tanulmányi munkájáért, közösségi munkájáért, versenyeken való részvételéért, példamutató magatartásáért és a rádiós adásokban való aktív részvételéért. Köszönöm. Varga Dániel, példamutató magatartásáért és szorgalmáért szeretnék gratulálni. Vas Kimrán szólítanám. Példamutató magatartásáért és szorgalmáért, kitartó tanulmányi munkájáért és közösségi munkájáért, valamint a művészeti iskolában való teljesítményéért. Gratulálok! Elismerő oklevél Bóka Lucának kérem, hogy jöjjön ki. Az alapítvány elnöke Lakai tanár úr fogja átadni a most következő díjakat. 8. osztályos tanuló részére a Fontos Sándor rajzpályázaton, a Vízvilágnapi és a Földnapi körzeti versenyeken való részvételéért, valamint az iskolai ünnepségeken nyújtott gitár sikerességért. Elismerő oklevelet kap a diák, vagy a, bocsánat, az alapítványtól. Fontos Sándor rajzpályázaton a Vízvilágnapi és a Földnapi körzeti versenyeken való részvételéért, valamint az iskolai ünnepségeken nyújtott gitár kísérletekért. Nagyon szépen köszönöm. Elismerő oklevél jár és a könyvjutalom a Vízvilágnapi és a Földnapi körzeti versenyeken való részvételéért, az iskolai ünnepségeken nyújtott gitárkísérletekért, valamint a Zsuly Rádióban végzett egész éves munkájáért. Szintén az alapítványtól kapja a Vízvilágnapi és a Földnapi körzeti versenyeken való részvételéért ezt az elismerő oklevelet és az ajándékot. Szögi Nikolett, Vízvilágnapi és a Földnapi körzeti versenyeken való részvételéért, valamint a Zsuly Rádióban nézett egész éves munkájáért kapja az ajándékot. Vas Tímea, az iskolai ünnepségeken nyújtott gitár kísérletekért szeretnénk elismerő oklevelet adni. Köszönjük szépen!
diákönkormányzat részéről. Kocsis Dávidot és Gábor Renátát szólítanám, jöjjenek, legyenek szívesek, ugyanis úgy ítélte meg az osztályközösség, hogy a kiemelkedő közösségi munkájukért megilleti őket az a bizonyos Cinema City hozzájegy, amelyre örömmel ad át kezelő Katalin tanárnő. Dékány Marcellát szeretném kérni, aki kitűnő tanulmányi munkájáért sok-sok dicséretben részesült bizonyos tantárgyakból, ezért nevelőtestületi dicséretben részesítettük. Gratulálunk, egy könyvvel szeretnék elmondani. Van az alapítványnak egy olyan évről évre kiosztott támogatási díja, amelyet Dakaine tanár úr nagy örömmel fog most átadni annak a tanulónak, aki az általános iskolai tanulmányai alatt folyamatosan minden évben kitűnő tanuló volt. Őt megilleti 20.000 forintos támogatás. Kérem Császár Dominikot, hogy jöjjön ki és vegye át a tanár úrtól ezt a díjat. Kedves pedagógus társaim, kedves búcsúzó osztályfőnök, ez a mi sorsunk, szeretnénk és magasba emelni valamennyi gyermeket. Ti ezt tettétek 8 év kitartó munka és küzdelem árán. Ezt szeretném megköszönni a diákok és szüleik nevében is. Hiszen kedves kollégák, ti nem csak tanítottátok, de neveltétek is a most búcsúzó fiatalokat. Jól sikerült, mondhatom. Külön köszönöm az osztályfőnöknek, Juhász Kata néninek, hogy az angol nyelv tanítása mellett mindent megtett azért, hogy az osztály egy igazi klassz osztályközösségé formálódjon. Tisztelt ballagtató szülők! Jogos az önök öröme, hiszen gyermekük a mai napon ünnepélyes keretek között sikeres vizsgát után elhagyja az Ákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola falait. Köszönjük a bizalmat, hogy 8 évvel ezelőtt ezen iskola nevelőtestületére bízták legfélettebb kincsüket, a gyermeküket. Együtt örülhettünk a tanulók sikereinek, bánkodhattunk kudarcaink miatt. Köszönjük támogatásukat, hisz gyermekeik léteit féltőn egyengetni közös felelősségünk volt. Köszönjük a ballagó tanuló szüleinek a példaértékű minden nemű segítségét, munkáját, amit az iskolánkért, a gyerekekért tettek az elmúlt 8 évben. A szülők közül külön is szeretném megköszönni a leköszönő szülei munkaközösségi tagoknak, Margáné Magyar Brigitta anyukának és Dobóné Szűcs Hajnalka anyukának, valamint Szél Tanás Tünde anyukának a sok-sok segítséget és együttműködést. Folyamatosan tájékoztatták a szülőtársaikat az adott feladatokról, teendőkről, szervezői munkájukkal segítették, támogatták például az alapítványi esteket, iskolai rendezvényeket, a gyerekek buliait, valamint a szülőpálya rendezvényeket. Köszönetünk eléjül, fogadjanak el tőlünk egy-egy ajándékot. Kérem, fáradjanak ide hozzá.
utolsó pillanataimhoz érkeztem itt ebben a szerepkörben. Kedves búcsúzó diákok, az utolsó jó tanácsom hozzátok Herakleitos szavaival így hangzik. Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgoznotok. Legyetek büszkék arra, hogy ebben az iskolában itt voltatok. Ne felejtjétek soha, hogy honnan indultatok. Bízunk bennetek, hogy választott iskolátokban helytálltok, és sok jót hallunk még felőletek. Az AKSZT általános iskola és alapfokú művészeti iskola munkatársai nevében búcsúzom tőletek. Köszönöm a figyelmet, Isten veletek! Ígérem, rövid leszek. A hét folyamán egy fajta időutazásban volt részem, hiszen ezekkel a fantasztikus gyerekekkel közös programot sikerült megvalósítanom, köszönhetően az osztályfőnöküknek és a műfáz vezetőjének. Egy ma divatos ételt készítettünk, hamburgert sütöttünk. Nagy élmény volt számomra biztosan. Az időutazás pedig arról is szólhatott, hogy visszapörgött az én életem is egy picit azokra az időszakra, amikor bármilyen hihetetlen nem volt még hamburger. Emlékszem, 79-ben talán az első hotdogot megehettük Kárász utcán a Pozdóbisztóban. 7 forintba került. Aztán bejött divatba a hamburger, és itt mi most a lányok és a fiúk közreműködésével hiszem, hogy fantasztikus ételt készítettünk, természetes alapanyagokból, zöldségekből és minden egyébből, amire szükséges, és nagyon ügyesek voltak ezek a gyerekek. Legyenek büszkék rájuk a szülők. Nem ijedtek meg attól, hogy a rátkus kell gyúrni és bele kell nyúlni ebbe. Nem ijedtek meg a fiúk attól, hogy uborkát kell szelni, salátát kell tépkedni. És azt láttam, hogy kiváló közösség. Ezek a gyerekek szeretik egymást. Ezt jó volt látni. Bízom benne, hogy kapcsolatok az későbbiekben is ilyen tületlen marad, és nem fogják elfelejteni, hogy kikkel jártak egy osztályba is, 30-40 vagy 50 év múlva is tudnak együtt találkozni és együtt örülni, és talán ők is részt vesznek akkor egy időutazásban, hiszen hiszem azt, hogy vissza lehet fiatalodni, és lehet örülni egymásnak 60 évesen is, és ugyanazt lehet érezni, mint 10 évesen éreztük. És hát a tarisznya, ami lóg a nyakunkban, tulajdonképpen, mint a mesében. Ez is lehetne időkapszula, hiszen nagyon régóta a tarisznyában ugyanazok a dolgok vannak. És ha most kinyitjátok, vagy kinyitottátok, nem tudom, én megnéztem, mi van az enyémben. Hát van benne pénz, egy pogácsa, homok, bor, és hát fényképek. A föld, gondolom azért, hogy emlékeztessen benneteket a szülőföldre, ne felejtjétek el, hogy az AKSZT-ből indultatok. A kenyér azért, hogy legyen mindig bőség nálatok a házatokban. Ha majd önállóan éljétek az életeteket, ne legyen gond és baj. A pénz és a bor. A pénzre szükség van az élet viteléhez, a borra pedig a vidámsághoz, de mind a kettő figyelmeztető jel is lehet.
Nem szabad a pénz rabjává válni, nem lehet meghatározó az életnek, hogy csak az is, semmi más. Van ettől sokkal fontosabb is. A bor a vidámság. De ne váljatok a rabjaivá, mert akkor az már veszélyes. És hát a fénykép, az az iskola képe van rajta, amikor talán ide érkeztetek járni, és a mostani. Ne feledjétek el, hogy honnan indultatok. És ami nem látszik, az a szülői szeretet és gondoskodás. Azt hiszem végigkíséri a ballagó nyolcadikosok, és minden gyerek életét. A szülői gondoskodás, a szülői szeretet, amely végtelen, hiszem, hogy végtelen. Amely szülői kéz mindig ott van a fejetek fölött, és vigyázzátok, akkor is, amikor nem gondoljátok, az akkor is, amikor úgy gondoljátok, hogy nekem erre semmi szükségem. Eljön az idő, sajnos, amikor szüleitek már nem lesznek. Akkor is eszetekbe kell, hogy jussanak, hogy milyen féltő gonddal törődtek veletek. Akkor is, amikor megszülettetek, és hát most is. Legyenek büszkék, kedves szülők ezekre a gyerekekre, hiszen fantasztikusak, nagyon ügyesek. Ezek az önök vérei. Mindig legyenek rájuk büszkék, és mindig segítség. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Annyi feladatom van még, hogy megköszönjem azoknak, akik egyébként is kiemelkedtek az iskola tanulói közül, és megkérem a polgármester urat, hogy segítsen neki ennek az átadásában. Elismerő oklevelet szeretnék átadni Császár Dominik részére az Ákenszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 8 éven keresztül nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért, és ehhez pénzutalmat is szeretnék adni. A polgármesterre úgy döntöttünk, hogy 2 gyereket megjutalmazunk, és hát a pénzlátó már szakadik. Egy 20 000 forintos jutalmat szeretnék még neked átadni, és további sok sikert kívánok az élethez. Dékány Marcel szeretném szólítani. Gratulálni szeretnék az elért eredményéhez, és kívánom neki ilyen folytatásba és ilyen szépen is jól teljesítsen. Köszönjük szépen, köszönjük. Mert minden évben egy napon felbűnnek a friss motorok, próbálkozások, monoton, fárasztó négy gyakorlatok után még repülésbe fog. Billeg a beton, kikopott kockány, aztán nekivág. Egyre kisebb a távozó gép, s törpül a lent maradt világ. Te kultus hajó ifjú pilóta, te maga biztos nótát tajtelik, robbanó szagú türelmetlen. Mi lesz belőled odafel? Fáradhatatlan felderítő? Soha nem látottál a szemed elsőként a kint széljel? Vagy te leszel ki először, mint a más fórók köveire? Mi leszel? Új gépek üdröltetője? Új tenger boldog hírnöke? Új égbolt feltérképezője? És onnan fentről lenézel az elhagyott csapatőtérre, a jövőre egy napon megint bőnek friss motorok. Újabb ég és megőszállított egy négy fiatalabb rajkanyarok, sakkadobáló újjongások rezekteti a levegőt, s leírnak még egy utolsó kör a vén repülőtér fölött, mert csak maradnád változatlan, örökké, egy azon alakban, évről évre megkapottabban, röpíteni kész, új csapat, fiatal fényes marad. Te, aki 100 fejem felett, ne felejtsd el az első leckét, a riad kezdő éveket.
s míg téged világűrbe vonat fogunk sűvítve, gondolj majd rám. Ki akkor is, ott lent leszek még, ott, az iskola udvaron. Számon kopott szavak kopognak, s rogom a kört, a megszokottat. S mert az idő nem szekél, vénhet, hanem rakéta. Felvevel. Ha találkozunk, megtörténhet. Villesd meg majd a szárnyadat. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Emlékezzetek ránk, és jó szívvel gondoljatok az itt töltött évekre. Sok sikert kívánunk mindannyiótoknak. A kedves és bátorító szavakat. Biztosan gondolni fogunk az iskolára, tanárainkra, eljövünk és beszámolunk. Lehet, hogy olykor segítséget is kérünk. Igyekszünk úgy dolgozni majd, hogy öregítsük iskolánk és zárkányszék jó hírét is. És lehet, hogy majd egy jó pár év múlva mi engedünk el az iskola kapujában egy apróska kezet. Sok szép emlékkel búcsúzunk az iskolától, és szeretnénk, ha rólunk is a legszebb emlékek maradnának meg. Tavaly a ballagó 8-osok egy időkapszulában rejtettek lapokat, melyen megfogalmazták terveiket, vágyaikat. Ezt tesszük mi is.
utánunk még egy kicsit, amíg a nóta elvékonyodik, míg az utca sarka eltakar, ott hallgat el majd ilyetten a dal, ott maradunk magunkra teljesen, ott próbálunk hajózni új vizen, később kezdünk oldalakrabb elző csapás. Viszontlátásra mondom és megyek, robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami remeg, mert nem tudom, soha se tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezet, amit elengedek. A varázs lassan véget ér, indulnunk kell. Szíven álmunk van, olyan tájon jár, ahol fény és dicsőség, boldogság vár, ahol az ünneplés sose szűnik majd, és egy hang szól, gyere, mire vársz, még indulj már. Bírnod kell a cég, egyre mész, nem válsz. Lehet nyár vagy tél, szívem készül hát, rögös út vár rád. Ne is gondolj soha rád.